én itt vagyok, jaj, akkor beállítsam a kamerát. 10 percig nem történt semmi. Tulajdonképpen nem volt mit mondani, csak jelen lenni. Csak hogy jelen legyünk, hogy meg tudja tartani a saját rajongó táborát. A Covid idején számtalan olyan program volt látható a neten, ahol ismert emberek próbáltak kapcsolatot tartani a külvilággal, az imént hallott módon. Jakubcsák Gabriella önként kimaradt ebből. Azt mondta, teljesen felesleges tartalmak készültek, és őt egyáltalán nem inspirálta az a helyzet, hogy a saját gardróbjából vagy konyhájából jelentkezzen be vélt vagy valós népszerűség fenntartása érdekében. Inkább nekiállt és könyvét gyúrta az élményeit. Úgy éreztem, hogy erről kell írni egy könyvet, és azért, mert éreztem, hogy pont zajlik az, hogy az életünk teljesen megváltozik, és az a kérdése adekvát már, hogy mikor térünk vissza a régi kerékvágásba, mert mi már oda soha nem fogunk visszatérni. Azt látom, hogy ugye 2 évig megtanultunk háttal közeledni egymáshoz, vagy távolodni, ki hogy értelmezte a dolgot, aki közeledni akart, az is csak háttal tudott. És azért ugye azt mondják, hogy 6 hét alatt a szokásaid megváltoznak. Na most ez nem 6 hét volt, ez 2 év volt. És szerintem nagyon sok szokásunk változott meg a hétköznapokban. Hogy amit most írunk, az a történelem e percekben is, mit fog hozni az összecsiszolódásba, az megint nagyon érdekes. Tehát lehet, hogy amit ez szétszakított, az ez most összehozza. Én ebben bízom. De mindenképpen kell beszélni arról, hogy mik azok az emberi tulajdonságaink, amik előjöttek a Covid alatt, mik azok, amiket állandósítottunk magunkba, és azt mondjuk, hogy ez már így marad, és hogy ennek milyen hátrányai, vagy milyen előnyei lesznek, mert szerintem egyébként volt olyan, amiben előnyünk is lesz. De ezt már írja ebben a percekben felül a történelem. A szerkesztői szemléletemet teljesen átírta a járvány. Az a közérzeti talk show, amin akkor dolgoztunk, alkalmas volt arra, hogy az egyén szintjén beszéljünk a Covid okozta változásokról. Arról adott pillanatban ki hogyan tudja kezelni a különböző élethelyzeteket. Több volt a civil vendég, mint a közismert. Ha közismert ember jött be, az is csak a saját privát történetével jöhetett be. És én annyi, de annyi személyes történettel, tragédiával és nagy váltással szembesültem ez alatt a 2 év alatt, hogy hálás lehetek a Jóistennek, hogy én munkával töltöttem ezt a 2 évet. De hogy itt haltak emberek, születtek emberek, az életük legnagyobb eseményei történtek ez alatt a 2 év alatt, a saját családomban is zárt körű esküvő, unoka születés. Tehát nagyon érdekes volt ez a 2 év. Máshogy szerkesztettem, persze. Az volt minden adásnál az volt a kérdés, hogy mi a személyes drámája, és abból hogy jött ki. Mert pozitívnak kellett maradni. Volt egy időszak, amikor egyrészt nagyon nehéz volt vendéget találni. Tehát nagyon, a félelem olyan erős volt, hogy egy olyan műsorban, ahol 8 vendégkel egy adásba, hát mi sírtunk a szerkesztőkkel, mire megvolt a lista, már nem volt igaz szerdára, mire a felvétel volt, mert már 2 kiestek. Tehát ez egy gyötrelmes időszak volt. Jönni jöttek, aki tudott, az jött, mert legalább valami történt az életébe. És az az időszak, amikor pedig maszkba kellett műsort vezetni, az arra azt mondom, hogy ilyen nincs. Tehát ezt nem szabad megcsinálni még egyszer. Akkor nem kell adást csinálni. Amikor a Jakubcsek Pluszt lezártam, de hát azóta volt egy Jakubcsek Night is, de amikor a Jakubcsek Pluszt lezártuk, 3700 vendégnél tartottunk, és csak ez a széria. Tehát én azelőtt már csináltam több talk show-t, azokat most még nem tudom összeadni, meg ugyanilyen volt mondjuk a kvíz is, ahol naponta 5 játékos volt benne, de azért 3700, gondolj bele, az egy kisváros. Mi ember, aki csak az alatt a 2,5 év alatt megtisztelt a történetével. Úgyhogy hiányzik is nagyon. Állandó statisztikákat készít. Pontos kimutatása van arról, hány műsorpercet gyártott, hány vendéggel beszélgetett, milyen tartalmak kerültek újra vissza a képernyőre. Megszállottan szereti a szakmáját, melyben mondjuk ki, etalonná vált. Major Tamás mindig azt mondta nekem a színművészeti főiskolán, hogy ezen a névvel nem lehet színésznő senki, tehát ilyen Jakubcsek, ez létezhetetlen, és akkor megkérdezte, hogy hívják az édesanyámat, mondtam, hogy Pupír, én azt mondta, akkor inkább Jakubcsek. Úgyhogy maradtunk a Jakubcseknél, és tulajdonképpen megmondom neked őszintén, hogy most már úgy vagyok vele, hogy ha megkérdezik, hogy is mit írhatnak a nevem mellé, akkor én nagyon szoktam tiltakozni, hogy ne írjanak titulust. Tehát ha valaki tudja, hogy a Jakubcseki, akkor
megtisztelő, akkor köszönöm, ha nem, akkor nem fogok elkezdeni magyarázkodni. Azon kívül meg én ezt egy pályának választottam annak idején, és ma ez egy beosztás, én ezt mindig elmondom. Tehát ma már bárki mellé oda lehet írni, hogy műsorvezető. Szakmailag nagyon el vagyok keseredve, de vannak jó példák, tehát azért nem aránytalanságok vannak inkább. Hogy bizonyos műfajok nincsenek jelen, most nagyon sok tehetséges ember van, nagyon kevés a műfaj. Tehát nagyon sok egyforma műsor van, tulajdonképpen két pólus van, a rettenetesen sok asztalnál ülős bácsi beszélget a politikáról acsarkodva a különböző csatornákon, és nagyon sok nagyon látványos és nagyon szórakoztató műsor van, ami tarol, de a kettő között a valóság, amire a televíziózás létrejött, az nagyon kevés. Tehát az olyan típusú műsor, ami dokumentumfilm, ami kitekint a világra, ami emberi történeteket mutat meg, ami érzelmeket csal, ami értéket teremt, abból nagyon kevés van. Azt gondolom, mondja, a háborúnak megint olyan befolyása lesz az életünkre, melyről egyszer majd újraírni kell. A tévében meg csak akkor megyek újra, ha valaki egy olyan műsortervel keres meg, ami számomra is vállalható. És nem kell érte feladnom mindazt, amit fontosnak gondolok életről, szakmáról, hivatásról.